megfontoltad a Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss. Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Igen. Én, Béla. Feleségül veszlek téged, Ildikó. Feleségül veszlek téged, Ildikó. És megígérem. És megígérem. Hogy megőrzöm. Hogy megőrzöm. Irántad való hűségemet. Irántad való hűségemet. Jó és balsósban. Jó és balsósban. Egészségben és betegségben. Egészségben és betegségben. És hogy téged tisztel. És hogy téged tisztellek. És szeretni foglak. És szeretni foglak. Életem minden napján. Életem minden napján. Én, Ildikó. Feleségül megyek hozzád, Béla. Feleségül megyek hozzád, Béla. És megígérem. És megígérem. Hogy megőrzöm. Hogy megőrzöm. Irántod való hűségemet. Irántod való hűségemet. Jó és balsorsban. Jó és balsorsban. Egészségben és betegségben. Egészségben és betegségben. És hogy téged tisztelni. És hogy téged tisztelni. És szeretni foglak. És szeretni foglak. Életem minden napján. Életem minden napján. Most jöhet a csók, amit egész életetek során meg kell, hogy éljetek. Csók. Nem puszi, csók. Try to get some sun. You remind me of everyone. Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet chime. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Ryan, you can take the quick way out. You can turn blank white in a blank white house. Say that you're above it, you're a vulture. So quiet, everybody loves a quiet child. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Is it easy to live inside yourself? All the little kids are high and hazy. Everybody's got nowhere to go. Everybody wants to be amazing.
A mai nap nem csak azért csodálatos, mert összeházasodtok. Ez a nap egy korszak lezárását és egy új kezdetét jelenti számotokra. Hiszen minden kapcsolatnak vannak különböző szakaszai, melyek életünk más és más időszakaihoz igazodva töltik ki mindennapjainkkal életünket. Valójában az életünk nem más, mint egy hatalmas utazás. Folyton úton vagyunk, szinte nincs megállás. Kedves jegyespár, ma azzal a szándékkal jelentetek meg előttem, hogy egymással házasságot kössetek. Most megkérlek titeket arra, hogy álljatok fel, forduljatok egymással szembe, fogjátok meg egymás kezét, és az általam feltett kérdésekre határozott igennel, vagy nemmel szíveskedjetek válaszolni. Kijelented-e Maszlag Ildikó, hogy vőlegényeddel, Vedres Bélával házasságot kötsz? Igen. Kijelented-e Vedres Béla, hogy menyasszonyoddal, Maszlag Ildikóval házasságot kötsz? Igen. Egybehangzó igen kijelentésetek alapján megállapítom, hogy Vedres Ildikó és Vedres Béla a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Kérlek titeket, hogy csókoljátok meg egymást, most már mint férj és feleség. A szerelmet mindannyian másképp éljük meg, erre reflektálva tulajdonképpen a szerelem lehet egy különleges bor. A legkülönfélébb és legkellemesebb, a legnemesebb szőlőfajtákból válogatva, aromákkal, eszenciákkal fűszerezve. És éppen ez adja meg a pikantériáját. Van, akinek a szerelem egy Cabernet Sauvignon, de lehet akár egy Cuvée, vagy egy Merlot. Tüzes, lágy, vagy éppen gyümölcsöző. Mindenkinek más, de szerencsére kedvünk, szájízünk alapján alakíthatjuk. A házasságban a legfontosabb a kölcsönösség és a türelem. Ezt a játékot igazán csak felnőtt emberekre bízhatjuk, akik felnőttek a küldetéshez, mint halálig. Holtomiglan, holtodiglan. Bizony ez küldetés és kihívás, melyet egy életen át művelnetek kell ettől a pillanattól fogva. A házasságot leginkább a várépítéshez tudom hasonlítani, melyen két erő dolgozik. Szövetségesek, egymás szinkosai. At your place, or to take out and get rid of all this space, all this space. No need to freak out, don't have to change your name. Oh, I can sneak out. Me.
hogy nagyon jól főzöl. És nagyon jó a rázatosod, és hogy mindig rendbe tartod a házat. És akkor ugye utolsó 10 másodpercénkor egy picit megnyomjuk. Megnyomjuk? 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 Nagyon, nagyon szeretem, hogy ilyen sportos vagy, és hogy ennyire teszel magadért és a családért is. És a rajta család, így van! Kedves jelenlévők, megjelentek, akik ennek kánikulai napon menedékre lelnek ebben a hűvös, kellemes, klimatizált helyiségben. Egy döntést hozhatok meg, a bátor lovag meghódította a királylányt, legyőzte az óriást és a sárkányt. Ezt csak azért mondom, hogy a sárkány meg az óriás is nagybetűvel van írva, be lehet helyettesíteni a személyeket. Hátra lépek ütéstávolságon kívül. Mérföldkő, mert ettől kezdve papíron megszűnik az, hogy én helyette az életetekbe a mi szó fog előtérbe kerülni. Viszont ha megvan a késztetésetek arra, hogy a másik fél elfogadása, gondolatainak megértése, véleményének mögöttes tartalmának a megismerése fontos legyen számotokra, akkor az a munka, amit a kapcsolatotok működtetésébe fektettetek be, hatványozottan fog megtérülni oly módon, hogy együtt tudtok nevetni önmagatokon, a közösen elkövetett hibáitokon, bakikon, melyekkel építitek a kapcsolatotokat, a jövőtöket. A munka ettől kezdve nem lesz erőfeszítés, hisz jól fogjátok érezni benne magatokat. Hiszem és vallom, és megtapasztaltuk. A harmónia azt is megengedi, hogy elmondjátok az őszinte véleményeteket önmagatokról, önmagatoknak, a másikról, a másiknak, önmagatokról, a másiknak. Ha erre választ is kaptok, akkor az egy idilli párkapcsolati képét festi elétek, és ezen alapozva el lehet kezdeni építeni a közös jövőtöket. Van, aki ezeket a jó tanácsokat pénzért szokta árulni, számlát is ad róla, de én úgy gondolom, hogy ha figyeltek egymásokra, az életetekből számos ilyen és ehhez hasonló tapasztalatot fogtok tudni tízszerezni majd magatoknak. A múltból lehet táplálkozni, és lehet építeni a jövőtöket. A múlt már a tiétek, megmásítani azt nem lehet, elfogadni annál inkább szükséges, és kell, és törvényszerű is. Hisz ha bármi másként történt volna, akkor lehet, hogy most nem lennénk itt. Biztos, hogy nem lennénk itt. Mindennek volt oka, és előbbre vitt titeket, szebbek,
bölcsebbek, okosabbak, jobbak lettetek minden téren. A jelenetek pedig bölcs döntéseket fog produkálni, amivel felépíthetitek a jövőtöket. Ez így működik. A rosszból is lehet tanulni, ha más nem az, hogy mit, miért ne csináljunk meg legközelebb. Egyelőre viszont még ott tartunk, hogy Béla megkérte Jézus kezét, Jézus igent mondott, de én úgy fogalmazok, hogy mihez hozzájárultunk, bíz van abban, hogy így Béla előbb-utóbb nekünk is el fogja készíteni a borsó pörköltet, amit már nagyon-nagyon szeretnék megkóstolni. Ráléptetek egy jó útra, ez sok zenészt is megikletett, én ott a tárdán olvasom, hogy volna-e kedved megölődni én velem, én nem kötöttem a helyhez, én egy zenekarhoz kötöttem, de sokan megénekelték, jó úton haladtok, afelé haladtok. Ildó Bildó, ezt nekem talán megengeded, Béláim az Úrban, tiszteletem. Gratulálom nektek, sok boldogságot kívánok, és úgy gondolom, hogy most már méltóan megértemlítek a tapsot és egészségetekre. Köszönöm szépen! Még egy. I wanna be the one
just stand out in the crowd with you. Every night is young when you hold me like I want you to do.